A jászberényi járási ügyészség súlyos testi sértés büntettének kísérlete és lopás büntette miatt indítványozta annak a 26 éves jászladányi férfinek a letartóztatását, aki idén ősszel Jászladányon több ingatlanból is lopott, majd egy helybéli férfit annak házában baltával fejbevágott. A rendelkezésre álló adatok szerint a 26 éves férfi 2022. szeptember 8-a és 2022. október 6-a között Jászladányon 5 lakóházba is bement akként, hogy vagy az ajtót, vagy az ablakot feszítette be, vagy a tetőt bontotta meg, de előfordult olyan is, hogy nyitva hagyott ajtón keresztül jutott be a lakóházakba, és onnan különböző használati tárgyakat, szerszámokat, élelmiszert tulajdonított el, mintegy 500 ezer forint értékben. Ezt követően a férfi 2022. október 9-én 22 óra körül bement egy településbeli férfi ismerőse ajtó nélküli házába, hogy tűzifát kérjen, mivel korábban már többször kapott tőle. Az ott lakó férfi azonban a késői időpontra tekintettel felszólította a gyanúsítottat, hogy távozzon, majd jöjjön vissza reggel, mire szóváltásba kerültek, és a gyanúsított egy nála lévő, elmondása alapján a tűzifa aprítására szánt, kisebb méretű kézibaltával a sértett fejét a bal szeme fölött megvágta úgy, hogy azon 8 napon belül gyógyuló sérülés keletkezett. A sérülés helyére és a bántalmazásnál használt eszközre figyelemmel azonban fennállt a reális veszély annak, hogy ezzel 8 napon túlgyógyuló sérülést okozzon a bántalmazott férfinek. A járási ügyészség indítványa szerint az állandó munkahelyjel, rendszeres jövedelemmel nem rendelkező férfi esetében fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye, a bűnismétlés veszélye, valamint az ügyészség hivatkozott arra is, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén a nyomozás jelenlegi szakaszában a bizonyítást is megnehezítené. A nyomozási bíró 2022. október 13-án az ügyészség indítványa alapján a férfi letartóztatását elrendelte. A bíróság végzését a gyanúsított tudomásul vette. A védője az ülésen nem volt jelen, így a végzés még nem végleges.